nagyon sok szeretettel köszöntöm a sajtó megjelent munkatársait és azokat is, akik élőben követnek minket valamelyik social media csatornán. Engem ért a megtiszteltetés, hogy ezt a mai sajtótájékoztatót házigazdaként levezessem, úgyhogy nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Egy nagyon izgalmas, közös kabinetülésen vagyunk túl. Az elmúlt egy órában átbeszéltük azokat az eredményeket, amelyek az elmúlt időben közösen elértünk és amelyek előttünk állnak. Erről fog László József polgármester úr és Karácsony Gergely főpolgármester úr néhány szót szólni önöknek. Úgyhogy át is adnám a szót dr. László József polgármester úrnak. Karácsony. Köszönöm szépen, én is tisztelettel köszöntöm önöket. Az eredményekről, amit beszámoltunk, részben a közgyűlésen többször már elhangzott. Azokat az apró problémákat beszéltük meg, ami az együttműködésünket segíti. Ezzel most én önöket nem terhelném. Kiemelném azt, ami most nekünk a középpontban van. A középpontban a hamzsabégi és a vasút felújítással kapcsolatos gond és probléma konglomerátum. Nem is tudom egyébként, hogy melyik oldalról nevesítsem ezt a történetet, amit az ott élők akarata ellenére tekintet nélkül erőből átvittek, ami elindult egy maradandó természetkárosítással, az ott élők nyugalmának, éjszakai nyugalmának semmibevételével, hiszen a szolnoki kormányhivatal, nem tudom, hogy milyen alapon, milyen előzetes felmérés alapján, a beruházástól 30 méterre lévő többszintes családi házakba élők nyugalmának zavarása szó szerint érdekébe éjszakai munkavégzésre engedélyt adott ki. Ez egyszerűen fölfoghatatlan és tűrhetetlen. Erről beszéltünk hosszabban főpolgármester úrral, aki nyilvánvalóan el fogja mondani azt, hogy a főváros szempontjából ez a kép hogyan rajzolódik. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm, és akkor most megadnám a szót Karácsony Gergely, Budapest főpolgármesterének. Jó napot kívánok, én is üdvözlök mindenkit. Egy tartalmas 5 év és egy tartalmas közös kabinetülés után vagyunk. Rábeszéltük a főváros és a kerület együttműködésének számos kérdését, és én is szeretném kihangsúlyozni azt, hogy a főváros és a kerület önkormányzata továbbra is mindent megtesz annak érdekében, hogy a déli körvasút beruházás a lehető legkisebb mértékben tegye tönkre az ott élő emberek életét. Sajnos az, hogy Magyarország nem jogállam, hogy Magyarországon az emberek érdekeit felülírják a gazdasági érdekek, az, hogy Magyarországon nem számít a helyi közösségek szava, azt kevés olyan beruházás mutatja jobban, mint a déli körvasút. Természetesen mindenki egyetért azzal, hogy Budapestnek is elementáris érdeke az elővárosi közlekedés, a személyi közlekedés fejlesztése. És természetesen minden kerület és a főváros is nyitott minden kompromisszumra, hogy ezt a célt elősegítse. De nagyon fontos tudni mindenkinek, hogy a kormány számára nem a személyi közlekedés, nem az elővárosi közlekedés javítása az fő cél. A kormány számára ez a beruházás tulajdonképpen a Budapest-Belgrád vasútvonal, a kínai gazdasági érdekek kiszolgálásáról szól elsősorban. Ezért buzgolkodnak annyira, hogy ez a beruházás megvalósuljon. Például ugyanilyen aktivitást mutathatna a kormány a budai fonódó villamos hálózat bővítésén, ahol készen állnak a tervek, rendelkezésre állnak a források, és a kormány magának vindikálta a jogot, hogy megépítse ezt a villamost, ott nem történik semmi, de amikor gazdasági érdekekről van szó, amikor a kínai dömpingáruknak kell vasutat építeni, akkor bizony kőkövön nem marad és mennek előre. Szeretném önöket emlékeztetni, hogy a főváros adott ugyan elvi hozzájárulást a déli körvasút megépítéséhez. Ugyanakkor azokat a kompromisszumos javaslatokat, hogy ez az építkezés a lehető legkisebb környezeti kárt okozza a 14. kerület polgárainak, ezeket a javaslatokat választásra sem méltatták, senki nem vette ezeket komolyan, hogy hogyan lehetett volna megmenteni a hamzsabégi úti fasort, hogyan lehetett volna olyan munkavégzést csinálni, amely helyben lakók számára még elviselhető, vagy hogyan lehetett volna például a helyi lakosságra, a helyi környezeti károkat csökkenteni. Éppen ezért a helyi civilek, a kerületi önkormányzat és a fővárosi önkormányzat már kétszer is megtámadta a beruházás környezetvédelmi engedélyét, és mind a kétszer a bíróság igazat adott nekünk.
Ekkor jött a trükk, hogy katonai beruházásnak álcázták ezt a nyilvánvalóan nem katonai beruházást. Ezzel együtt is a civilek, a kerületi önkormányzat és a főváros újra meg fogja támadni a beruházás közvetlenül engedélyét. Szeretnénk a teljes mértékben a támogatásunkról biztosítani azokat a lakóközösségeket, akiket a beruházás adott esetben anyagi kárral is terhel, hogyha amennyiben ezeknek a károknak a peresítése elindul, akkor természetesen mind a kerület, mind pedig a fővárosi önkormányzat részt fog venni ennek a pernek, ennek a jogi közlemnek a végvitelében. Szeretném felajánlani a jogi segítségünket ezekben az ügyekben. És az is nagyon fontos, hogy a szószoros és átvitt értelemben is fűt fát ígért a kormány a beruházás által okozott közvetlen károk kompenzálására. Szeretném mondani, hogy mind a kerület, mind a főváros maximálisan ki fog állni ezeknek a zöldítéseknek a végrehajtása érdekében, azoknak a beígért fásításoknak, zöld beruházásoknak, játszótér és park építéseknek, amiket a kormány a beruházás ellentételezéseként beígért a helyi közösségeknek. Június 9-én a választópolgárok eldönthetik, hogy olyan városvezetést akarnak, amely az ilyen típusú konfliktusokban a helyi közösség érdekeit képviseli, vagy olyat, aki a központi hatalom gazdaság érdekeit képviseli. Szomorú látni azt, hogy itt a 14. kerületi önkormányzatban is az LMP képviselője volt talán az egyik legaktívabb ellenzője ennek a beruházásnak, és hogy mennyire nem számítanak a valódi várospolitikai érdekek, hogy mennyire nem számítanak a várospolitikai érvek, az abból is látszik, hogy ma ez a párt azt az embert indítja főpolgármesterként, aki tulajdonképpen a védőszentje volt ennek a korrupt és jogsértő beruházásnak. Mi természetesen arra szegődtünk az elmúlt 5 évben, hogy a helyi közösség érdekeit képviseljük mindenkivel szemben, és ezt a politikát fogjuk folytatni a következő 5 évben is. Köszönjük szépen, hogy eljöttek, meghallgattak minket. Polgármester úrral szívesen állunk a rendelkezésükre további kérdéseket illetően. Amennyiben van kérdés, úgy... Amennyiben viszont nincs kérdés, akkor további szép napot.